és egy icipici könyvről fogunk beszélgetni, amely lila színben pompázik. A bűnbocsánatról, a bűnbocsánat szentségéről fogunk beszélgetni, és egy új lelki tükörről is, ami azt gondolom, hogy nem csak fiataloknak szól. Itt van már velünk a stúdióban Lukács László piarista atya, dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen. Jól gondolom, hogy nem csak fiataloknak szól ez az új gyónási kiskönyv? Egyáltalán nem. Azt gondolom, hogy persze a fiatalok nyelvén íródott, és őket szólítja meg, de felnőtteknek is nagyon tudom ajánlani. Én 20 évig voltam Kecskeméten, és ott a gyóntatószék, hagyományos gyóntatószék mellett a káplántársam kirakott egy ilyen rajzos lelki tükröt, ahol ugye kígyó, és akkor lekvárva belenyal a kisgyerek. Na most, amikor 40-50 éves felnőttek is azon tanulmányozták, hogy milyen bűnük van, akkor egy kicsit elmosolyodtam, hogy azt hiszem, hogy ez így nem működik. Ugye ez egy sorozatnak a része, remélem, hogy a nézők is emlékeznek még bő jó egy évvel ezelőtt Tekulics Judittal beszélgettek, és Nobilis Mário atyával a bérmálási kiskönyvről, aztán nem olyan régen mi beszélgettünk a társadalmi tanításról, és akkor ez a harmadik része a sorozatnak? Ez most igen, hogy így mondjam, mellékterméke a sorozatnak. Miben hozott ez újdonságot, vagy miben lehet ez más, mint mondjuk a hagyományos lelki tükrök, amiket azért én tegnap rákattintottam az internetre, és beírtam, hogy gyónás, és rengeteg lelki tükröt talál az ember, igen. Még az interneten is. Igen, igen. Hát ha nagyon egy szóval akarom összefoglalni, akkor azt kell mondanom, hogy az eddigi lelki tükrök évszázadokon keresztül kötelesség alapon épültek, parancs alapon épültek, ugye a 10 parancsolatra építve ezek a kötelességeim Isten iránt, ember iránt, és ez pedig alapvetően a szeretetre épít. Ugye szokták mondani, hogy ha ezt megcsinálom, akkor utána nem merek tükörbe nézni, vagy nem félek én semmitől, csak a fényes tükörtől. Hát a lelki tükör név is tulajdonképpen innen származik, hogy belenézünk, de nem egy üvegtükörbe nézünk bele, hanem az Úristen szeretetébe. És akkor itt változott a korábbiakkal szemben, hogy azelőtt inkább egy ilyen bíró ül ott, amelyik vádol, és ilyen meg olyan kötelességeket kér számon, vagy ilyen meg olyan bűncselekményeket kér számon. Ehelyett ez arra épít, hogy az Úristen a szeretet, és arra hív meg bennünket. És hogyha igazán tudunk az Úristen terve szerint élni, akkor tudunk boldog emberek lenni. Sokakban talán felmerül a kérdés, hogy akkor ez mondjuk megengedőbb, mert hogy itt kicsit azt lehet mondjuk belegondolni, hogyha eddig ilyen nagy szigorúság volt, most pedig a szeretetről beszélünk, akkor mondjuk egy megengedőbb lelki tükröt láthatunk. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem, sőt, mert ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, amint én szeretlek titeket. Hát ennél nagyobbat nem kívánhat, mondhatnám, hogy lehetetlent kíván vele. Ez az, amit az erkölcstan a célparancsnak nevez. Hát a legnagyobb szentek is állandóan vádolják magukat, hogy elmaradnak a Jézusi parancs teljesítésétől. És ilyen szempontból a kötelesség az sokkal kevésbé hajtja az embert, mint a szeretet parancsa. Mert kötelességből vigyázok arra, hogy ne menjek át tiloson, vagy ne lépjem túl a sebességhatárt, főleg a figyelem a verdákat. Ugyanakkor viszont a szeretet mindent kíván. Hát ezt szerelmesek tudják igazán, amikor önmagukat adják oda. A szeretet sokkal sürgetőbb, mint a kötelesség. Nézzük, beszéljünk egy kicsit így általánosságban a gyónásról. Én itt még az élő adás előtt felhoztam László atyának, hogy ugye az Anya Szent Egyház 5 parancsolatában benne van az, hogy évente gyónjál, és legalább húsvéti időben áldozzál. Na most biztos vannak nagyon sokan, akik mondjuk még évente sem gyónnak, aztán vannak, akik mondjuk lelkesen havi szinten, vagy akár ennél gyakrabban is gyónnak. Hol van az arany középút, vagy mi az ajánlott? Igen, hát erre is kitér, de egyébként a könyvecske, mert a végén egy csomó ilyen kérdésre válaszol, amire most Kata is utalt, hogy milyen gyakran érdemes gyónni, hogyan érdemes gyónni. Ugye az antivilágban, hogy így mondjam, a vatikáni zsinat előtt a gyóntatás
tartószékek, ilyen kis kasznik voltak, amiben betérdelt az egyik oldalon a gyónó, a másik oldalon egy rács mögött ült a pap, és akkor ott elsuttogta a bűneit. Két véglet van, azt hiszem. Az egyik az, ami úgy mondhatnám, hogy az aggályosoknak a gyónása, hogy jaj, most én egy rosszat gondoltam éjjel a szomszédomról, akkor már szaladnom kell a gyóntatószékbe. Hát ez a fölösleges, erről is szól egyébként. A másik pedig a laxistáknak, a mindent megengedőknek a gyónása, akik mindent ki tudnak magyarázni az életükben, az, hogy megcsalják a feleségüket, bármilyen bűnre fölhatalmazást éreznek, hogy ez őket nem köti. Most ebből a szempontból a régi lelki tükrök, amint mondtam, egy ilyen bűlajstrumot, katalógust soroltak föl a középkor folyamán, a gyóntatóknak is készültek külön ilyen útmutatók, hogyha ez a bűn, akkor arra, ez a büntetés, mint a büntetőjogban, hogyha az a bűn, akkor arra az a büntetés, és így tovább. Ez pedig nem így épül, és arra szólít föl, hogy ha e szerint élünk, a Jézus követésében élünk, akkor tudunk boldogok lenni. Na most ebből a szempontból ő is fölteszi a kérdést, hogy milyen gyakran érdemes gyúlni. Érdekes hasonlatokat mond, hogy az autót időnként el kell vinni szervízbe, vagy éppen a címe, végül nem vettük át a magyarban, az update szó szerepel az eredetiben, ugye a számítógépünket időnként frissíteni kell, update-olni kell, hát így kell a lelkünket is frissíteni. Vagy a zuhanyozás példáját mondja, hogy időnként le kell zuhanyozni, hogy el ne borítson bennünket a kosz. Nekem a takarítás példája jutott eszembe, hogy hát azért rendszeresen az otthonunkat is kitakarítjuk, mondjuk ha nem is törlünk minden héten, igen, mondjuk port a könyvespolcon, de azért ha mondjuk nem tennénk meg, nem tudom én hány havonta, akkor belehetne minket tényleg, igen, a kosz. Igen. Egy nagyon fontos dolgot talán érdemes megemlíteni, amit ő is megkérdez, ő így fogalmazza, hogy gyónás vagy gyónási beszélgetés. Saját gyakorlatomból tudom mondani, hogy teljesen más az, hogyha egy gyóntató székbe betérdel valaki. Zárójelben mondanám, hogy most már jobb plébániákon a kis szűk térdeplő mellé oda van téve egy szék is, hogy nyugodtan térdelés helyett ülve tudjon beszélgetni a pappal. És egy másik forma a gyónási beszélgetés. Én kamasz gyerekek között elég sokat voltam, és ott éreztem rá erre, hogy az, hogy ő 3-4 ilyen címkét elmond, hogy csaltam vagy hazudtam, ez ettől ő még nem érzi felszabadultnak magát, mert nem tudta elmondani, ami igazán benne van, ami őt foglalkoztatja vagy bántja. És így tértünk rá diákjaimmal a gyónási beszélgetésre. És ezt folytattam tovább most már felnőttekkel is, tehát úgy, ahogy most itt ülünk és beszélgetünk, úgy tárja föl az életének a gondjait, ami persze utána átmehet a gyónási formába és a gyónás követő feloldozásba is. De valóban beszéljük meg, hogy mi foglalkoztatja őt. Akkor tényleg időt kell szánni a gyónásra, mert én sokszor például azt látom, hogy mondjuk vasárnapi miséken is, a Szent Mise alatt mondjuk a káplán, vagy adott esetben a plébános ugye gyóntat a Szent Mise közben, de erre már emlékszem még régről, hogy mindig mondták, hogy nem, hát a Szent Misén figyeljünk, igen, a Szent Misére. Igen. Igen, ez egy kicsit összemosása, most már lassan eltűnik, mert egyre ritkább, hogy káplán is van a plébánián. Az is igaz, tehát igen. A plébános inkább vagy előtte gyóntat, vagy utána gyóntat, de valóban így spórolni, hogy így mondjam, hogy akkor a mise közben megyek el gyorsan gyónni, hogy az unalmas prédikációt ne kelljen hallgatni, ez az antivilágba való. És sokkal fontosabb, hogyha erre tényleg időt tudunk szánni. És akkor még a gyakoriságra visszatérve, azt gondolom, hogy és ezt ő is így ajánlja, hogy ezt a fajta tényleg őszinte mélyre menő beszélgetést egy-két havonta, fél évente nyugodtan elég, papot se kell külön igénybe venni, hogy erre az időszányon, és nem történik olyan egetverő dolog. Ha történik, akkor nyilván rendkívüli sürgősségi esetet lehet kérni. Igen. Érdemes volna viszont a lelki tükörre visszatérni, amiről beszéltünk. Igen, pont én, nekem itt van nyitva most a kiskönyvem, és igazából négy részből áll a
lelki tükör, és ezen belül is majd remélem meg tudjuk mutatni a nézőknek is, hogy el vannak felezve a lapok. Egy jó Igen. és egy rossz táblázatot, Igen. oszlopot láthatunk. Na de nézzük meg, talán induljunk sorba a négy nagy rész között, ugye Isten iránt, az az első Igen. oldalnak a címe. Itt ugye, hát kapunk végül is jó példát, és akkor ott áll mellette a rossz is. Hogyan kell mégis akkor praktikusan használni ezt a lelki tükröt? Igen. Hadd mondjam, hogy a négy ilyen rész a hagyományos beosztás tulajdonképpen, hogy Isten iránt, a világ iránt, a más emberek iránt és saját magam iránt. Tehát ez mondjuk így a hagyományos is. Hát természetes, hogy az Úristennel kezdi. És akkor a jóban hát ilyeneket mondta, hogy megvalljuk hitünket, kiteszünk egy keresztet, vagy valami az Úristenre utató jelet a szobánkban, hogy imádkozunk, a hitünket próbáljuk megismerni. És ugyanakkor pedig a rossz, hogy elhanyagoljuk a kapcsolatainkat, magunkat tartjuk a legjobbnak. Jobbnak, annyi kis Isten szaladgál közöttünk, aki magát tartja a legjobbnak. Istent gúnyoljuk, átkozzuk. Tehát nem ilyen parancsokat, kódex parancsokat mond, hanem általánosabban fogalmaz, hogy mi a jó és mi a rossz. Aztán, ha tovább megyünk, akkor a világ iránti oldalt látjuk meg. Ott is a jó oldalon egyből azzal kezdődik, hogy örülünk az életnek. Hát mennyien vannak, akik tényleg nem, vagy mondjuk negatívan élik a mindennapjaikat. Igen. Ezt azért is tartom fontosnak, mert keresztényekről szokták azt mondani, hogy ilyen savanyú képű emberek, és nem... pedig igazán tudjunk örülni az életnek, a természetnek, egy közös jó vacsorának, baráti beszélgetésnek, szórakozunk, táncolunk, sportolunk, uram, bocsánat, még ilyeneket is mond. Igen, és mondjuk ez meglepő, hogy igazából ezek ilyen tanácsok, vagy igazából ilyen életvezetési útmutató, Igen. hogy mondjuk az otthonunkat otthonosabbá tesszük, vagy megcsodáljuk a teremtést, a csillagos eget. Hát ki gondolta, vagy én, Igen. bocsánat, nem gondoltam volna, hogy ilyet egy lelki tükörben talál. Igen, igen, és ugyanakkor a másik oldalon meg ott van a negatív oldala, hogy szennyezzük a környezetünket, hogy szemetelünk, egészségtelen ételt eszünk, és így tovább. Aztán, ha tovább lapozunk, akkor elérkezünk a más emberek iránti kapcsolatokhoz, Igen. vagy hát nem is tudom, hogy most lehet-e azt mondani, hogy bűnökhöz, de végül is ott a rossz oldalon végül is azok vannak felsorolva, itt az irigység, a kibeszélés, a lenézés és hasonló dolgokat Igen. láthatunk. Plegykálkodás, mások tulajdonát ellopjuk az internetről, ez se szokványos, hányan vannak, vagyunk, akik letöltünk jogvédett tartalmakat az internetről olykor. Vagy mást irigykedünk másra, alaptalanul ígérgetünk, haragtartók vagyunk. Ugyanakkor pedig a jó oldalt is érdemes nézni, hogy udvariasak vagyunk egymáshoz. Egy nagyobb, az idegesítő embereket türelmesen elviseljük. Hajaj, igen, ez mondjuk tényleg nem egy könnyű dolog, de így azt látjuk az olvasottakban, vagy azt látjuk itt mondjuk a leírtakban, hogy ezért tényleg ez egy nagyon 21. századi összefoglaló lett. Tehát itt most igen. ezek az internet, a környezetvédelem, tényleg nagyon aktuális igen. dolgok is igen. szerepelnek benne. Aztán ugye elérkezünk saját magunkhoz a negyedik részben. És itt megint nagyon érdekes a kettőzés jobbra-balra, mert a testünkkel kapcsolatban beszél arról, hogy túlságosan dédelgetjük a testünket, és beszél arról, hogy elhanyagoljuk. Akár úgy, hogy túlzott munkával, pihenés nélkül dolgozunk, ezt is elítéli. Tehát törődni kell a testünkkel. És nevetni tudunk önmagunkon, hát azt hiszem nagyon fontos, egy apróság tulajdonképpen. Megbocsátunk magunknak, hány ember van, aki képtelen önmagának, állandóan haragszik magára, hogy ez vagy azt csinálta. Érdekes, hogy a jó oldalon találunk egy olyat is, hogy élvezzük a jó ételeket. Itt azért ez is egy olyan, hát hogy mondjam, egy ilyen kettős dolog, hogy itt meg kell találni az arany középutat, hogy mondjuk nem tudom habzsolni az ételeket, vagy mértéktelenül fogyasztani az ételeket. Igen, igen. Ugyanakkor pedig a másik oldalon ugye megtaláljuk azt, szó lesz ma ugye a dohányzásról, igen. hogy dohányzunk, drogozunk, alkoholizálunk.
Na most nyilván, hogyha valaki elszív egy cigarettát, abból nagy baj nincsen, de hogyha láncszóhányos, akkor tényleg tönkreteszi az egészségét. De azt gondolom, hogy ebből azt hadd mondjam meg, akkor most nyilvánosan megvalva, hogy itt az szerepelt a német eredetiben, hogy csokit eszünk. Na most erre azért gondolom, sok édesanyja fölkapta volna a fejét, mert persze, hogy kapjon a kisgyerek is csokit, vagy aki szereti, de nem értéktelenül, úgyhogy ezt cseréltem ki arra, hogy örülünk a jó ételeknek. Hogyha egy kicsit tovább lapozunk, akkor például imádságokat is találunk a gyónáshoz. Itt például imádság a jó lelki ismeret vizsgálatért. Tehát mondjuk, ha valaki megtervezi azt, hogy mondjuk jövő héten tudom, hogy elmegyek gyónni, akkor már mondjuk egy héttel előbb is, vagy mondjuk a vasárnapi szentmisén is lehet imádkozni a jó lelki ismeret vizsgálatért, vagy kell rá időt szánni. Igen. Azt gondolom, hogy az egészséges felnőtt életben, még inkább a keresztény életben nagyon fontos, hogy este, amikor lefekszünk, akkor gondoljuk végig a napunkat, reflektáljunk a napunkra, és a keresztény ember akkor nem csak úgy reflektál, hogy végigpörgeti, hogy ki bosszantott föl, mi sikerült, mi nem, hanem az egész napját az Úristen szemével próbálja végignézni, hogy mondjuk, ha volt egy konfliktusa valakivel, akkor nem az én szempontból nézem újra, hogy a másik milyen botrányosan viselkedett velem, hanem az Úristen szempontjából fölülről, mint egy kameraállás, innen vagy onnan, hogy ő vajon hogy látta az egészet, és én mit hibáztam benne, vagy én mit csináltam jól. Ez a napi lelkiismeret vizsgálat a keresztény életben nagyon hasznos segítség tud lenni. Nyilván a vasárnapra készülve, ugye minden szentmise tulajdonképpen a bűnbánat fölkeltésével kezdődik el, még akkor is, hogyha ez nem egy formális gyónási föloldatásban végződik. És akkor bizony érdemes az embernek összeírogatni, hogy mit csinál. Én magam is szoktam gyónni rendszeresen is, és bizony egy kis papírkával készülök rá, hogy most ez meg az, mert az embernek kiesik az agyából, nem feltétlenül jut minden eszébe. És végül talán zárjuk az előszóval, mert az előszónak az utolsó mondata, vagy igazából így ki is emelték, hogy kezdj új életet, menj el gyónni. Szerintem nagyon sokan vannak, akik mondjuk ezt elhanyagolták, vagy mondjuk nem, hogy mondjam, veszik igénybe, vagy nem élnek ezzel a lehetőséggel, talán őket is megszólítja ez a könyv, hogy merjenek, vagy menjenek el. Igen, én nagyon remélem, hogy igen. Az angol eredetiben night fever szerepel, amit mondjuk éjszakai láznak lehet fordítani. Az interneten utána néztem, amikor fordítottuk a könyvet, hogy egy könnyűzenei együttesnek, a Bee Gees-nek a rendkívül népszerű műsora volt ez. Ugye tudjuk, hogy félhomályban, sötétben, vagy félhomályban eloldódnak úgy a reflexek, az ember kienged magából. Ez felhasználható rosszra is, a bulizásba belefeledkezve, de felhasználható jóra is, mert az ember sokkal nehezebben szólal meg, hogyha rajta a reflektorok fénye, hogy akkor mit tud mondani, és ez a keresztény mozgalom ezt tűzte ki célul, hogy esti órákban teremtenek egy ilyen bűnbánati liturgiához való hangulatot, megfelelő világítással, énekekkel, imádságokkal, és közben 5-6-7 pap kiül gyóntatni egymástól nyilván megfelelő távolságban. Egyébként azért is érdekes ez, és akkor hadd mondjam, ezen a helyen bele is írtuk, hogy a leheltéri templomban Monostori László atya minden adventben és nagybőjben csinál ilyen night fever-t, ők nem így nevezik, hanem angyalnak, ami egy rövidítés, egy betűszó, az adventi nagybőjti gyónási alkalom. Gyónási alkalom, köszönöm a segítséget. Úgyhogy időnként pedig a magyar night fever mozgalom, az angol kisasszonyok templomában csinál ilyesfélét, az mondjuk egy kicsit vidámabb, oldottabb, de a lehetőség mindig megvan adva, hogy a
félhomály sötétjében, amikor az ember úgy nem szívesen néz rá a másikra, mert olyan kínosat kell önmagáról mondani, amit nem szívesen mond el egy másik embernek, hogy azt ott ki tudja mondani. Élni kell tehát a lehetőséggel. Nagyon szépen köszönöm, László atya, hogy eljött hozzánk, és hogy elhozta ezt a kiskönyvet is. Remélem, hogy a nézők is, vagy a nézőkben is ugye nyitott fülekre találtunk. Köszönöm szépen. Köszönöm én is a nézőknek.